Szeretettel köszöntöm Önöket. Köszöntöm a világ minden tájáról, többek közt az óceánon túlról résztvevőket is. Én Varga Antalné Marika vagyok. Mi vagyunk a PPH egyik hetes szintű vezetői. Én Varga Antal vagyok, én is szeretettel köszöntöm Önöket. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy a PPH vezetői közül ma mi lehetünk a házigazdák. Nagyon örülünk, hogy megtiszteltek minket jelenlétükkel. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára. Sőt, nálunk mindenki tegezi egymást, kortól, nemtől függetlenül. A PPH előtti foglalkozásom fodrász, és dolgozom egy kisboltban, mára viszont a PPH tanulói csapatszervezés a fő tevékenységem. Békés vármegyében élünk. Otthonunk Tóth Komlóson van, 29 éve házasságban vagyunk. A PPH előtti foglalkozásom őstermelő, hentes, és mára viszont a PPH tanulói csapat szervezés a fő tevékenységem. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs és boldogság specialista szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Mesterünk 37 éve foglalkozik emberekkel, 33 éve van saját szervezési csapata, 31 éve hozta létre a PPH közösséget. Nagyon érdemes odafigyelni, főleg arra a tanításaira, mint a jövővel kapcsolatban mond, ugyanis azok mindig úgy szoktak bekövetkezni. Az előadónk egy olyan mester, akinek tudása, képességei és tapasztalatai olyan páratlan kombinációban léteznek, ami egyedülállóvá teszi bolygónkon. Ha megnézzük, hogy miben egyedülálló még a mi mesterünk, arra jutunk, hogy az egyetlen személy, akinek a vezetésével 4 különböző területen ért el egy szervezet piacvezető pozíciót. Úgyhogy azokból 2 teljesen ellentétes indítatású tevékenység. Mesterünk az egyetlen tanító a Földön, aki az emberek javára egy kalap alá tudta hozni az anyagot és a szellemiséget. Élő emberként ő az, aki az élet és az emberismeret továbbá mindennapokban használható tudás terén a legtöbb információ átadására képes ma a bolygónkon. Egyedülállóan, közvetlen égi forrásból tanítja az embereket. Neki van a legrészletesebb információja a bolygó szinten legkésőbb 2035-re létrejövő elnyomásmentes szeretett korszakról, az aranykorról. Mesterünk életküldetése az emberek lelki fejlődésének olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek a szeretett korba, az aranykorba. Szeretném megkérni, hogy jöjjön és tartsa meg a mai képzésünket mesterünk, a szervezetünk alapítója és vezetője, Szedlacsik Miklós, mesterkócs. Köszönöm szépen a bemutatást, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Mennyire vagytok elégedettek a jelenlegi világunkban? Ki az, aki nem elégedett? És mi baj van a jelenlegi világunkkal? Tudatlanság, elnyomás. Micsoda? Boldogtalanság, bizonytalanság. Gazdasági válság. Félelem. Milyen jó lenne, hogyha szeretetkor lenne, nem? Milyen? Igen, mint ami most itt van. Milyen messze állunk ettől, nem? Szeretettől. Mármint ugye az emberiség. Hát nem tudom, hogy mit érzékeltetek azzal, hogy az emberek szellemileg fejlődnek, vagy éppen visszafejlődésben vannak. Utulnak? Hát van egy szellemi visszafejlődés, egy elbutulás. És mi lehet ennek a következménye vajon? Vagyis a előzménye. Tehát miért butulnak el az emberek?
A média hatására? Hát gyakorlatilag igen, mert azóta van elmutulás, mióta van média, nem? Tehát ugye a múlt század első felében indult el a hangmédia, előtte újságok. Tehát elsősorban ugye a rádió volt, majd utána a tévé, hát a tévé az még inkább, az internet még inkább. Szóval elég érdekes, egy világot élünk. És mit láttok, hogy környezetetekben sok a boldog ember? És vajon miért boldogtalanok? Nem tudják kezelni az élet területeiket, mert nincs tudásuk? Problémáik vannak. Micsoda? Nem tudják egymást kezelni. És ez ügyben van fejlődés, vagy visszafejlődés van? Visszafejlődés. Akkor hova tart az emberiség? Ha egyre rosszabbul bánunk egymással, akkor hova jutunk? Baj lesz? Tehát van egy ilyen mondás, hogy ami kicsiben, az nagyban. Ami nagyban, az kicsiben. Tehát ugye harc van az emberek között, de elsősorban hol van a harc? Családokban, így van. És ugye elsősorban kik között van harc? A párok között. Másodszorban generációk között, nem? A családban, a generációk között van harc. Na most megnézzük ezt a harcot. Ugye a családokban a harc az mikor kezdődött el? Ugye a múlt században. Tehát azóta, mióta ugye elkezdték az egót a hölgyekben kifejleszteni. Tehát ugye addig nem volt harc, mert ugye mit jelent az egó? Ugye azt jelenti, hogy én. Tehát minden áron az egó azt akarja, hogy ő legyen az első. Tehát én. Férfiakban mindig volt egó. A hölgyekben viszont a 20. századig, 20. század elejéig nem volt ego. És a 20. század elejétől kezdték el kifejleszteni a hölgyekben az egót. Tehát ugye mit jelent, ha van ego? Tehát van erre egy mondás. Két dudás nem fér egy csárdában. Így van. Na most ugye nem férfiaknak kellett együtt élni. Nem. Régebben nem két férfi alakított családot. Nem? Tehát nem volt két egoista. Ezért ugye a férfinek volt egója, a nőnek nem volt egója, és ezáltal ugye a nő az nem akart mindig azt, hogy én vagyok az első, hanem hagyta, hogy a férfi legyen az első, mert a nők tudták, hogy a férfinak van egója, ami azt követeli, hogy én. És akkor ezt simán a nők hagyták. Tehát át kellene látni, gondoljátok végig, hogy amikor nem volt egója a nőknek, akkor nem akartak ők lenni az elsők. Nem érdekes? Tehát ezért ugye mit csináltak a nők? Én ezt láttam, mert ugye gyerekkoromban, ami nem éppen most volt, sok időt töltöttem el vidéken. És vidéken, nem. Szatmár részen, ott még hagyományos családmodell volt, ahol addig nem ehetett senki, míg az apának nem lett szedve, és neki nem ült. És evett. Érted? És akárhány éves volt a gyerek, nem a gyerek kapott először. Érted? És nem is az anya evett előbb. Nem. Az apának volt szedve, és az apa elkezdett enni,
akkor a többi ehetett. És addig, míg az apa nem ült neki az ételnek, addig a többiek nem ehettek. És a legfinomabb falatokat kikapta? Az apa, nem a gyerek. Érted? Ezzel a gyerek megtanulta azt, hogy ki a családfő, és hogy hol a gyereknek a helye. Érted? Tehát ez így volt régen, tehát én ezt megéltem, én ezt láttam. Egyébként a cigányoknál még mindig ez van. Csak hogy tiszta és világos legyen Magyarországon. Mindig ez van. És akkor ugye mondhatjátok azt, hogy ugye főleg azok, akik nem tanulnak itt, hogy de ott mennyire marad ez az elképzelés. De ott nem volt harc a férfiak és a nők között. A családon belülről beszélek. Nem volt harc. Nem volt válás. Azért van válás, mert a párok harcolnak egymással. Érted? Mert a nő nem hagyja magát. Ez az egyenjogúság. Nem hagyom magam. Érted? Nekem ugyanúgy kell az, hogy én legyek az első. Mondja a nő. Mint a férfinak. Mert nekem jogom van hozzá, mert egyenjogúság van. És akkor igenis, én is ugyanúgy első vagyok, mint a férfi. De ebből mi lesz? Két dudás nem fér egy csárdába. Világos ez? Tehát a két erőteljes ember nem fog sokáig ellenni egymással, ha csak nem veszi magát az egyik rá, hogy enged a másiknak. Érted? Na most és az mindegy, hogy férfi vagy nő, hogy ki enged, csak a férfinek van egy olyan tulajdonság, a ősi tulajdonság, hogyha a férfinak sokat kell engedni, akkor ő úgy ki fog menekülni abból a kapcsolatból, hogy csak úgy fütyül. Érted? És ha nem menekül ki, akkor mit fog csinálni? Keres egy olyan másik nőt, aki engedi, hogy ő legyen az első ember a családban. Érted? De hát általában a nők mit csinálnak? Nagyon rafkósok. Mert kezdetben engedik. És mit csinálnak? Na majd, ha elvesz. Na majd akkor kimutatom a fogam fehérjét. Érted? És akkor kezdődik a harc. És ez az egyenjogúság, érted? És az egyenjogúságba az emberek 70%-a elválik. Király. Érted? Tehát ne a régi nemzedéket nézzétek, ne az én nemzedékemet, ahol még jóval kisebb az arány, vagy ne az előző nemzedéket, mondjuk a szüleim nemzedékét figyeljetek meg, ahol még kisebb az arány. Nézd meg a fiatal generációt. Nézd meg a mondjuk 68 után születettek, 92-ig. Vagy nézd meg akár a 93-tól született generációt. Mert így van a generációváltás. Nézd meg. Ahogy a generációk fiatalodnak, ugye egyre fiatalabb generációt látunk, annál nagyobb a válási arány. Nem érdekes? Tehát azért házasodik össze az ember, hogy elváljon. Elég nagy ostobaság, nem? Vagy, ugye szoktam csinálni tesztet, főleg akkor, mikor sokan vagyunk a nagy rendezvényünkön, a szemináriumunkon, ahol ugye sok százan vagyunk. És szoktam egy olyat csinálni, hogy jó, akkor tegyék fel azok a kezüket, akik már elváltak. És a többség fölteszi a kezét. Nem érdekes? És akkor tudod, mi van? Hogyha mondjuk két olyan ember találkozik, aki már elvált, abban van mind a kettőben valamilyen félelem és emlék az előző házasságáról. Érted? Tehát félelem és emlék
az előző házasságára. Milyen félelem? Ugye beszéltem én már sok olyan emberrel, aki elvált, és azt mondta, hogy milyen öröm volt, mikor elvált. Tehát, mikor elválasztották őket. Az volt az öröm. De előtte és utána micsoda bazi szenvedés volt. Érted? Volt öröm 24 óráig, mikor kimondták a nemet, és akkor még bulisztak is esetleg. Hú, de jó, elváltam. És mi volt előtte? Akár évekig. Mi volt utána? Főleg, ha hosszabban éltek együtt. Vagyonmegosztás, stb. Mi volt utána? Évekig előtte szenvedés, évekig utána szenvedés. Érted? És ez a jellemző. És nem hallottam mást, hogy nem volt szenvedés. Nem volt ilyen. De vannak olyan egójú emberek, akik még ezt sem hajlandók beismerni. Érted? Hogy szenvedés volt a válás előtt, meg válás után. Szóval, ugye ezt miért mondom? Mert gondoljátok végig. Olyan világot élünk, hogy nagy harc folyik a családokban. Ego harc. Ego hegyek vannak. A férfiak, mióta világ a világban egójuk. Nők megszerezték a második világháború után, vagy vannak olyanok, akik már a két világháború között elkezdték megszerezni. Tehát a nőknek az egójuk, nem túl régi keletű, az létre lett hozva. És mivel lett létrehozva? Na mivel? A fogyasztói társadalom hozta létre a nőknek az egóját. Érted? Tudod, mi hozza létre az egót? Az igény. Érted? Milyen igény? Hát az az igény, hogy mondjuk a családomat ellássam. Fenntartsam magamat. Tehát ahhoz nem kell ego, hogy eltartsanak. Érted? Ha egy embernek magának kell eltartani saját magát, vagy a családját magának kell eltartani, ahhoz kell ego. Ahhoz kell az érvényesülés. Érted? És régen a nőknek nem kellett magukat eltartani. Senkinek. Nagyon kevés olyan nő volt, akitre úgy azt lehetett mondani, hogy vénlány régen. Nyilván, aki vénlány volt, és magának kellett eltartani magát, ott kialakult ego. De azok, akit eltartottak, nem kellett ego. Érted? És az, hogy az embereknek, a hölgyeknek túlnőtt az igényük akár saját magukon, hát ezért hát mondjuk azt, hogy ki kell egészíteni azt a pénzt, amit a férfi keres. Érted? Tehát a mai világunk egy olyan világ, ahol én megnéztem, és bárki megnézheti. A jövedelem és az élelmiszer árak körülbelül azonos arányban emelkedtek. A műszaki dolgok olcsóbbak lettek, mint régen, a fizetéshez képest. Érted? Tehát a fizetéshez képest az élelmiszer körülbelül ugyanannyi, mint régen. Mi ez a régen? Mondjuk 70-es évek. 80-as évek eleje.
Meg tudod nézni? Ha tudod, mennyibe került mondjuk egy kiló kenyér, egy kiló só, egy kiló cukor, stb. Stb. Körülbelül annyival lett több, mint amennyivel az átlagfizetés. Érted? Tehát ami azt jelenti, hogy a fizetésekhez képest nem volt drágulás. Sőt, a műszaki dolgok a fizetéshez képest jóval olcsóbbak voltak. Hát annak idején egy színes tévét, a legolcsóbb színes tévét megvettél két havi vagy három havi fizetésből, érted? A legolcsóbb színes tévét. A 80-as években. Tehát a műszaki dolgok. Hát én például egy sztereó, egyszerű, hordozható rádiós magnóval, magnóért dolgoztam 3,5 hónapot. Érted? 3,5 hónapot dolgoztam 80-ban. Hogy legyen sztereó rádiós magnó. Szeptembertől decemberig, érted? Hogy meg tudjam venni, és félre raktam az összes pénzt. Hogy meg tudjam venni. 3,5 hónapot. Kellett érte dolgozni. Tehát volt 2000 forintos fizetésem, és 7500 forint volt a magnó. Érted? Akkor számolt ki. Jó? Tehát még vannak olyan dolgok is, ami jóval olcsóbbak, mint akkor voltak. Hát gondold végig, egy Trabant 45.000 forint volt. Az akkor, mikor én 2000-et kerestem, átlag fizetés volt körülbelül. Az hány havi fizetésem volt? 45.000? 22-23 havi fizetés. A legolcsóbb autó a Trabant. Egy Zsiguli, egy 1500-ös Zsiguli 98.000 forint volt. Oké? Okay. Ugyanabban az időszakról beszélek. Én tudom az árakat. Miért? Mert ez volt a szakmám. Érted? Ilyen iskolába jártam. Tehát, ha kiszámolod, a fizetések emelkedése, az átlag fizetés emelkedése, és az mondjuk autó ára körülbelül pariba vannak. Nem lehet drágább az autó. Még lehet, hogy olcsóbban veszel autó. Hát itt tudom én, valaki keres mondjuk 300.000 forintot, 20-valahány hónap alatt az már, számolt ki, 7 millió forint. Azért már lehet legolcsóbb autót kapni. Simán. Még olcsóbb is a legolcsóbb autó. Jó, tehát csak ezért, azért mondom, hogy átlássuk. Érted? Nem az árak emelkedtek, nem a fizetések lettek kevesebbek, nem. Az igények nőttek meg. Sokkal. Tehát az emberek a jövedelmükből sokkal, de sokkal többet vásárolnak, mint régen. Mindent. Minden. Régen alapvetően például azok, akik már nem hagyományos módon fűtöttek, nem volt több a lakásban, és nem olyan lakásban laktak, ahol központi fűtés volt. Ahol olyan meleg volt, hogy ki kellett nyitni az ablakot télen, érted? És úgy éltek, hogy itt volt az ablak, mert meg lehetett dögleni a melegtől. Nem erről beszélek. Hanem arról, akik mondjuk villannyal fűtöttek. Vagy gázzal fűtöttek. Érted? Nem volt több 20 foknál a lakásban. Most nem elégednek meg az emberek 20 fokkal. Sehol, senki. Minden egyes fok, azt tudod, hogy ilyen 5%-kal több fűtésköltség. Tehát ami azt jelenti, hogy 3 fokkal melegebb, az 15%-kal magasabb fűtési költség. Bármi legyen. Ezt jelenti. Érted? 4 fokkal több, 20%-kal magasabb fűtésköltség. Értitek? Régen az emberek fogták, és egy hétvégére bevásároltak egy, tudod, a boltokban van ez a kétfülű
kis bevásárló kosár. Az elfért egy hétvégére. Rég nem fér el a hétvégére egy ekkora kosárba. Egy családnak a hétvégi bevásárlása. Gondold végig, hol fér el. A legtöbb embernek egy ilyen tolókocsi, tudod. Ez a bevásárlókocsi. Régen volt egy tévé, érted? De a tévé meg a az, hogy volt egy adás, egy, arra havonta 70 forintot fizettünk a 2000 forintos keresetemből, érted? Az megnézed, az csak ez az egy tétel volt 3,5%. Érted? Tehát még az se volt kevesebb, mint most a tévécsatornáért fizetés. Gondold végig. És mégis az emberek nem tudnak felépíteni egy családi házat önerőből. Akkor 80-as évek, 70-es évek, érted? 80-as évek első fele, 70-es évek vége, második fele, önerőből felépítettek családi házakat. Soha nem épült annyi családi ház, mint abban, mint a 70-es évek, 80-as évek, tehát egész 70-es évek, és 80-as évek közepéig. Soha. Érted? Azóta se. És ezek önerőből épült családi házak. Állami támogatás nélkül épült családi házak. Saját pénzből, hitel nélkül épült családi házak. Érted? Tehát Magyarország lakás, tehát családi házai, azok gyakorlatilag abban a nagy része abban az időszakban épült. 50-es évek vége, 60-as évek, 70-es évek, 80-as évek. Érted? Meg se közelíti azoknak a száma, ami azután épült. Miért? Mert azóta az embereknek az igénye nőtt meg. Az igénye. És tudod, kiknek nőtt meg igazán az igényük? A hölgyeknek. A férfiaknak, a legtöbbnek, az jó úgy, ahogy van. Ki, hölgyeim, drága hölgyeim, körülbelül itt most felesbe vagyunk, jó? Ki szokta otthon mondani azt, hogy festessünk ki? Általában hölgyek, nem? Ki szokta azt mondani, hogy ki kell cserélni ezt, vagy azt, vagy amazt? Általában hölgyek, nem? Hát gondoljuk végig. Tehát a hölgyek igénye az drasztikusan megnőtt. Tehát drasztikusan. De ugye a hölgyeket, meg sajnos most már a férfiakat is, lehet manipulálni a gyerekükön keresztül is. Hogyan? Hát nagyon egyszerű, hogy nehogy már szegényesen járassam a gyereket az iskolába vagy az óvodába. Gondoljátok végig. És megveszik, megveszik az óvodásnak mondjuk a márkás, háromszor annyiba kerülő, vagy négyszer annyiba kerülő cuccot. Ami ugyanúgy, körülbelül ugyanolyan minőségű, mint a márkátlan, érted? Vagy ugye az iskolába kerül, akkor meg mennek a márkás cuccokban a gyereke, hát nehogy már az ő gyereke ne márkás cuccba menjen. Nehogy már lemaradjon a többitől. Tehát úgy átlássátok, hogy az igények megnőttek. És tudjátok, mikortól kezdtek el megnőni mondjuk a ruha igények? Ez nagyon érdekes, mert
pont beleestem fiatal srácként ebbe a korszakba. Ez a 80-as évek volt. Akkor hozták be a farmert. A 80-as évek elején. Most. Értitek? Tehát a 80-as évek elején hozták be a farmert. 70-es évek végén kezdődött el a farmer hódítása. És onnantól kezdték el igazából a 70-es évek vége, 80-as évek eleje a divat követését. Addig nem volt divatozás. Nem volt. Érted? Nem volt divat. Tehát ami azt jelenti, hogy nem volt olyan, hogy jó, akkor divat, és akkor minden második ember azt veszi, mert az a divat. Nem volt ilyen. Tehát az emberek szerettek volna venni dolgokat, csak azt mondták, hogy nem muszáj megvenni azt. Érted? És a 70-es évek második felétől, 80-as évek elejétől elkezdődött ez a változás. Hogy a média ugye elkezdett foglalkozni, főleg a tévé elkezdett foglalkozni a divattal. Nyilván ott, ahol tévé előbb volt, ott előbb kezdtek el divatolni. Hát gondold végig, hát ahhoz, hogy valakinek megtetszen valamilyen divat cucc, azt látni kell. Azt nem lehet a rádión keresztül közvetíteni. És ugye mikor kezdett hódítani a tévé? 70-es évek. És 80-as évek elejére már szinte minden családban volt tévé. És ez összekapcsolódott a tévé és a divat. Érted? Természetesen, ahol már 50-es, 40-es években volt tévé, mint például Amerikában, hát ott persze, hogy már a divatot hamarabb elkezdték. De Magyarországon a tévé hozta el a divatot. És onnantól kezdve az hölgyeknek elsősorban megnőtt az igényük. Megnövelték az igényüket. És az igénnyel hát jön az ego. Tehát, és ha nagy az igény, és a férfi nem tudja teljesíteni, akkor a nőnek kell kipótolni a jövedelmet. És onnantól kezdve, hogy a nők elkezdtek pénzt keresni, szó szerint, értsétek, megnőtt az, elindult az ego, nem megnőtt az egójuk, elkezdett kialakulni az egójuk. Miért? Mert régen nem volt pénz, hanem mi volt helyette? Elmentek a férfiak vadászni, nem? És hazavitték, amit lelőttek, érted? Vagy levadáztak, vagy akármi. Kimentek a földre, elvetették a terméket, érted? És feldolgozták a terméket. Ami azt jelenti, hogy részben ők ették meg, részben az állatok. Utána az állatokat megették. Ha sok volt valamiből, akkor elcserélték. Meg volt oldva. Nem alakított ki egót. Tehát a férfiak csinálták ezt, hogy termeltek meg. Ugye elsősorban nehezebb fizikai munkát az állatokkal ők végezték. És ebből bevétel, ha lett a csere, az nem pénz volt, hanem csere. De gyakorlatilag, amikor a férfiak elkezdtek dolgozni, az ugyanúgy a vadászás kategória. Csak nem vadásznak, érted? Tehát ugyanúgy. Hazahozzák pénzben azt, amit régen terményben, állatban, akármiben hazahozták, érted? Ezért van az, hogy mikor a férfi lerakja a fizetését, akkor úgy rakja le,
mintha hazahozta volna a hátán a vaddisznót, amit éppen elejtett, érted? Na most, de ha egy nő is elkezd vadászni, ahhoz kell ego, érted? Tehát a jövedelemszerzés az vadászás. Ha tetszik, ha nem. És minden vadászás az ego növelő. Világos ez? Mert onnantól kezdve a nő nem eltartott. Nem eltartott. Ami azt jelenti, hogy én hallottam is nőktől ezt. Hogy én legyek második ember, mikor én is ugyanúgy hozzájárulok a család jövedelméhez, mint a férfi? Hát majd eszni. Egyenjogúság. Hát én is ugyanúgy hozzájárulok. Igen, de ebből lesz egy következmény, amiről már beszéltünk. Hogy két dudás nem fér egy csárdába. Oké? Tegye föl az a férfi a kezét itt a teremben, aki szereti, hogyha a párja vitatkozik vele. Tegye már föl a kezét. Akkor most azt tegye föl a kezét az a férfi, akivel szokott vitatkozni a felesége. Vagy a párja. Okay. Tehát gyakorlatilag mindenkivel, nem? Na most. De ha megnézed, a viták nagy része az abból származik, hogy te férfiként mit szeretnél, és ő nem azt szeretné. Érted? Nem? Nem ezt látjátok? Na most, tehát az ego nélküliség azt tudod, mit jelent? Simán ráhagyja. Ezt jelenti. Érted? Az egós nem képes ráhagyni. Tudod miért? Mert az egója nem engedi. Mert akkor nem neki van igaza. Érted? És az ego az arra sarkalja a tulajdonosát, hogy ne adja magát, hát neki legyen igaza. Ne a másiknak. Érted? És mit csináltak ezzel szemben a nők? Hogy legyen csak nyugodtan igaza. Majd úgyis bekerül az ágyamba. Majd akkor elérem, mikor, amit akarok. Nem vicc! Ez volt! Érted? Most nem ez van, dehogy van ez. Most az van, hogy harc, egóharc. Eszébe nem jut. Ez a fajta rafkosság, érted? A legtöbb nőnek. Mint ami régen volt a nőknek. Nem véletlenül mondták azt, hogy az egy családnál a férfi a fej. De a nő a nyak, amely mozgatja a fejet. Érted? És a nő hogy mozgatta a fejet? Volt neki egy olyan tulajdonsága a nőnek, meg van olyan tulajdonsága, ami kell a férfinak. Ami neki nincs meg magától, azt a nő hordja azt a tulajdonságot.
És ezt a tulajdonságukat a nők szuperul ki tudták használni. Most miért nem jut ilyen eszükbe a nőknek? Hát mert a harc az elviszi az energiát. Érted? Neki áll harcolni a párjával, és mivel elviszi a harc az energiát, lemegy a hangulata, elromlik a hangulata az illetőnek, a illető hölgynek, és már eszébe se jut ilyen okosság. Semmi gond, kis türelem, úgyis az ágyba elrendezem majd, hogy az legyen, amit én szeretnék. Érted? És most ne úgy képzeljétek, hogy na, ha nem az lesz, amit én akarok, akkor nem dughatsz meg. Akkor nista szex. Tehát ne így képzeljétek, mert lehet, hogy most sok nő erre gondolt, hogy ez akkor jó, akkor valahogy így kellene csinálni. Hát nem. Hát csoda. Tehát mit csinálnak az emberek az ágyban? Van egy szó rá. Tehát a párok mit szoktak csinálni időnként az ágyban? Mit? Szeretkeznek, nem? Ott van benne. Szeretkeznek. Tehát, az kis tanítás, jó? Szeretkeznek, és közben odasúgja a férfi fülébe, hogy tudod, mennyire szeretnék egy nerc bundát? Jó, nyilván ez most túlzott igény, és csak a poén kedvéért hangzott el, de hasonlóan, érted? És szeretkezés közben, tud egy férfi nemet mondani? Nem tud. Nem tud. Hát mondom, ez kiválóan működött régen. Kiválóan. Sokkal jobban, és nem kellett harcolni. Érted? Ezért volt az, és én ezt láttam, hogy amikor idősödtek már a párok. Tehát mit jelent az idősödés? 70 fölött, 80 fölött. Ugye simán 80 fölött a párok együtt voltak, nem úgy, mint most, hogy 80 fölött már alig van férfi. Akkor ugyanannyi férfi volt 80 fölött, mint nő. És ott már tudod, mit láttam? Azt láttam, hogy sokat veszekednek. Miért? Mert nem volt szeretkezés. És már nem tudta a nő azt csinálni, mint előtte fiatalabb korban. Érted? Tényleg. És sokkal több vita, veszekedés volt a párok közt idősebb korban. Emiatt. Mert nem tudták ezt a hölgyek használni, mert ritkán, nagyon ritkán volt csak valami. Jó? Tehát, ezt miért beszélek erről? Hát gondold végig. Ha harc van a családokban, akkor harc lesz a népek közt is. Érted? És ez tükröződik. Hát valami, a Földön jelenleg valami száz, valahány háborús konfliktus van. Most. Állítólag sose volt ennyi. Érted? Tehát nyilván közel a százhoz, tehát valami 103 vagy 105, valami ilyesmi, tehát ne nagy számra gondolj. Gondold végig. Tehát vannak olyan országok,
Ahol több helyen van harci cselekmény. Érted? Harci konfliktus. Törzsek, stb. Között. Tehát brutál. Tehát ilyen nem is volt, hogy ennyi háborús cselekmény legyen a bolygón. Mint ami most van. Tehát ennek vannak okai. Nagyon egyszerű politikai okai vannak. Hát, mondom a példákat, jó? Tehát például a nyugat, különböző országok, élük az amerikai, tehát az Egyesült Államok, beavatkozik ukrajnai háborúba. Ugye tudjuk, hogy igaz, beavatkozik. Ezért az oroszok beavatkoznak azokon a területeken, ahol az amerikaiak vannak, érted? És gyakorlatilag ők irányítják azt az országot, és beavatkoznak, és ez konfliktust idéz elő. Érted? Akkor az ukránok beavatkoznak ott, meg akár más országgal, az oroszoknak vannak ilyen érdekeltségeik, érted? És akkor így szépen keresztbe kasul, ide-oda beavatkoznak, és akkor itt kirobban egy háború, itt kirobban egy konfliktus, amott kirobban, érted? És egyre több és több van. Ez nem világháború, de gyakorlatilag akkor nem volt ennyi, mikor a második világháború volt, érted? Ennyi országban valami fegyveres konfliktus. Csak ezekre nem nagyon tudunk. Tehát Afrika jó részén ilyen fegyveres konfliktusok vannak. De nem csak Afrikában természetesen. Szóval elég érdekes ez a jelenlegi világunk. Hova jutunk? Tehát mondok példát, jó? Hát mit tudom én, vannak olyan országok, ahol ugye komoly fegyveres erő van. És hát ugye ilyenek Kína, Oroszország, Egyesült Államok, jó, ők ugye a legkomolyabb katonai potenciál, de hát ugye vannak már olyan országok is, hogy India, mint a világ legnépesebb országa már nem Kína, ugye tudjátok. Pakisztán, tehát egy csomó ország lett, amelyik 100 millió fölött van. És ugye persze, hát komoly katonai potenciállal bírnak. Most gondold végig. Mondjuk megválasztanak egy olyan politikust, amely harcias, dühös, ilyen hangulatú. Tudod, ilyen hőbörgő, dühös, mert hőbörög az előző politikai rendszerrel szembe, megválasztanak egy ilyet. Mert tetszik a népnek, hogy le akarja váltani az előző politikusokat, érted, az előző kormányt, az előző pártot. Megválasztják. És akkor egy dühös, harcias ember, az nagyon hajlamos arra, hiszen harag szinten működik, hogy kirobbantson egy háborút, érted. Simán. Ez így működik. És mostanában erről szól a történet, érted? Hogy egyre több ilyen konfliktus indul el, mert hát a nép butul, és ahogy nép butul, hogy egyre hülyébbeket választ meg. De tényleg. Szó szerint megnézed, egyre hülyébbek a politikusok. Tehát jönnek az új politikusok, és egyre hülyébb. Hát, itt van ez a Magyar Péter is, szegény, olyan hülye, mint a seg. Érted? Tehát
ráadásul a CIA-től kap fizetést, meg ilyenek, érte? Király. Na szóval lényeg az, hogy de nem csak itt, nem Magyarországot nézzük, csak a világról van szó. Hogy hova jut ez a világ, hogyha egyre hülyebbek a vezetők? Tehát én soha nem voltam Orbán párti, soha, nem is leszek. De egy jó politikus. Meséltem erről nektek. Milyennek kell lenni egy jó politikusnak? Bárki kérdez tőle bármit, így kell rá válaszolni. Érted? Egy. Kettő. Teljesen úgy kell kommunikálnia a... Hogy is szokták ezt finoman fogalmazni? A valótlanságot. Hogy ez teljes egészében valóságosnak tűnjön. És mindenki, aki hallja, még az, aki úgy gondolja, hogy hát én utálom azt a politikust, az is azt mondja, hogy hát, amit mondott, ezen érdemes lenne elgondolkodni. Még az is. Aki meg nem utálja, az meg azt mondja, hogy hí, de jó lesz. Hát hiszen elmondta, hogy milyen jó lesz. Érted? Ugye mit jelent az, hogy jó lesz? Hát a jövőben jó lesz. És hát ugye az a jó politikus, amelyik jól megtanulta azt, hogy kiváló beszédeket tud mondani. Orbán kiváló beszédeket mond. Megtanulta azt, hogy bármilyen kérdésre így tud válaszolni. Felkészülten tud válaszolni. Előre pedig azt sem tudta, milyen kérdések lesznek, merülnek föl. Hát lásd, ott volt a strasbourgi első felszólalás. És az összes kérdésre adatokkal válaszolt. Hogy? Mikor előtte 10 perccel szólaltak fel a politikusok, és fogalma nem volt, hogy mit fognak mondani. Érted? És simán adatokkal válaszol. Táblázattal, stb. Érted? Szóval, hogy? Mert jó politikus. És simán beszél arról a rádióban, hogy milyen jó világunk lesz a jövőben. Simán. Teljesen. Hihetően. És az emberek természetesen egy jó politikusnak hisznek. Tehát, de miért kell ilyennek egy jó politikusnak lenni? Érted? Tehát a politikusnak meg miért kell ilyennek meg lenni? Hát mert ők csak egy kiszolgáló személyzet. Nem vicc, de kiszolgáló személyzet. Tehát ők gyakorlatilag a hatalom kiszolgálói. Tehát látszólag a hatalom a kezükben van, de csak látszólagos. Tehát most gondold végig, Orbán Viktornak mennyi esze van? Van, bőven. Mondok példát. Ha nem tetszik valamit Magyarországon, érted? Beküldenek az EU-ból idegen katonákat, idegen rendőröket. És rendet raknak. Nem vicc. Meg tudják csinálni. És nem kell magyar rendőrség. Érted? Na most a magyar fegyveres erő a nudli. Beleértve a rendőrséget is, stb. Ők nem fognak rendet tenni, akárki van hatalmon. Érted? Idegen katonák bejönnek, vagy rendőrök, és rendet raknak. Ez így működik. Réges-rég, érted?
nem Afganisztánba, Kazasztánba, balék voltak tavaly előtt, vagy mikor, 21-ben. Bementek az orosz katonák, egy hét alatt rendbe raktak mindent. Érted? És rend lett Kazasztánba. Behívták őket. Mint állunk is, Kádár behívta az oroszokat 56-ban. Jó, szóval lényeg az, hogy miért van sok esze? Mert kínai rendőrséget akar behívni. Nem a magyarok ellen. A kormány védelmében. Az EU ellen. Érted? Bizonyám. Kínai rendőrség lesz. Érted? Nem a magyarok ellen. Tehát a magyarok soha nem lázadtak föl a saját kormányuk ellen. Soha. Érted? Hűső hatalommal szemben föllázottak. De a saját kormányukkal szemben sose. Tehát az 56-os lázadás az nem a kormány ellen volt, hanem az oroszok ellen volt. Jó, tehát 48-as előtte ugye a Rákóczi féle, az mind külső hatalmak ellen volt. Történelemben egy volt, ugye a Dózsa féle parasztfelkelés, de az se a kormány ellen, a király ellen szólt, hanem az ottani földesúr ellen. No, tehát itt nincs. Ugyanúgy, mint a zsidók sem lázadnak föl a saját vezetőik ellen. A magyarok sem. Tehát itt az lehet a gond, hogy az elnyomás, az idegen elnyomás ellen lázadnak föl a magyarok. Vagy az lehet a gond, hogy a magyarokra rá akarnak kényszeríteni valamit. Érted? És mivel nem nagyon van saját hadseregünk, nem nagyon van saját rendőrségünk, mint fegyveres erő, az kevés. Érted? És akkor esetlegesen segítségként igénybe lehet venni. Nem is tetszik ez az EU-nak. Hát miért nem tetszik az EU-nak, hogy kínai rendőrséget akar behozni? Érted? Nem a rendőrség segítésére, vagy a hadsereg segítésére, valami idegen ellen, érted? Jó, tehát most nem Orbán mellett beszélek, csak tök logikus, hogy miért kell kínai rendőrség. Miért kell itt kínai rendőrség, ha van katonaság, meg van rendőrség? Hát már meg kell védeni az országot belülről, érted? Tehát egyszerű. Tehát ugye nem lehet sorállományt csinálni, mert nem, azt nem akarnak. Jó, szóval érdekes dolgok lehetnek itt a jövőben. Haladunk szépen afelé, hogy szétessen ez a nyamvat tehú. De nem, nehogy félreértsétek ezt az EU szétesést. Tehát az lenne a rossz, ha kiválnánk az EU-ból. De az jó lenne, ha szétesne az EU. Az nagyon jó lenne. Miért? Mert utána az lenne az első dolga minden kormánynak, hogy kereskedelmi megállapodásokat kössenek egymással. Érted? És ez a vámmentes kereskedelmi megállapodás, ami most van ugye az EU tagállamok között, meg Norvégia, Svájc között, ami nem EU-s, érted? Ugyanilyen kereskedelmi megoldás, meg Angliával kapcsolatban is ugyanez. Ugyanilyen kereskedelmi megoldásokat csinálnának egymás között. És mi lenne? Legalább nem avatkoznának be egymás belügyeibe. Érted? Mert onnantól kezdve nem társult tagok lennének, érted? Nem olyanok, akik társultak valamire. És beleszólhatnak a politikába, érted? És befizetési kötelezettségünk van meg, ugye ezáltal kapunk pénzt. Tehát én nem értem, hogy,
hogy miért nem merik azt kommunikálni, hogy szerintem mi mindig többet fizettünk be, mint amennyit kaptunk. Tehát nem értem, hogy miért nem merik ezt kommunikálni. És a tagállamok gyakorlatilag mindenki többet fizet be, mint amit kapnak, mert maga az EU intézményt fönn kell tartani. Gondoljátok végig. Hát nem lehet olyan, hogy kevesebbet fizetünk ki, vagy kevesebbet fizetünk be, és többet kapunk. Ilyen nem lehet. És akkor kitalálják azt, hogy azért van ez így, hogy többet kapnak a tagállamok, mert a németek többet fizettek be. Persze. Hol nem veszik ezt a marhaságot, érted? De a németek lázadnának föl, hogy eltartják az EU többi országait. Nehogy már. Értitek? És ez nem politika, csak hogy átlássátok, hogy mik várhatók, mik lehetnek. Hát a jövő évben egyébként nagy esély van arra, hogy szétesik az egész EU intézmény. Csak képzeld el, mi lesz azokkal, akiknek euró a pénzük. Milyen jó lesz lehet, hogy forintunk van? Mert nekünk nem kell előszedni majd a régi nyomtatókat. hogy verjék meg, nyomtassák a pénzeket. Ami már ki tudja, hol van. Azokban az országokban. Hát gyakorlatilag jól járnak azok, akik meghagyták a pénzüket. A többi meg így járt. Jó, tehát ugye tudjátok, hogy a görögök azok már például vissza akarták állítani. Mikor az a nagy görög válság volt, vissza akarták állítani a, tehát szó volt róla, hogy visszaállítani a drakmát. Aztán utána megállapodtak a görögökkel, Merkelék, hogy ne állítsák vissza a drakmát. Ez filmben annyira jól megcsinálták. Jó? Tehát van egy ilyen film is, ami követi nagyon a valóságot akkor. Szóval, miért mondom ezeket? Nem azért csak, hogy beszéljek, hanem azért, hogy mi várható. Mi várható a jövőben? Jó? Tehát van egy mondás, hogy a jövővel kapcsolatban, hogy azt mondja, hogy tedd a várható legjobbat, és készülj a várható legrosszabbra. Érted? Tehát készülj. Tehát azt ne tedd, csak készülj. A várható legrosszabbra. Tehát ami azt jelenti, hogy ha rossz történik az emberrel, legyen rá felkészült. Érted? Tehát ez nem azt jelenti, hogy arra készülünk, a rosszra, nem. Teszi az ember a dolgát, hogy minél jobb legyen. Érted? De fel kell készülni arra, hogy mi van, ha a legrosszabb verzió lesz. Ne legyen, de ne éri az embert váratlanul. Hát az a legrosszabb, mikor az ember valami váratlanul éri. Tehát az, ami a világunkban most van, az, akik itt tanulnak régebben, nem érte őket váratlanul. Sőt, a 2008-as válság sem érte váratlanul az itt tanulókat. Hát nyilván most, ha valaki nem készült fel, mert nem hitte, hogy lesznek ezek a válságok, akkor váratlanul érhette, annak ellenére, hogy én erről már beszéltem azelőtt, meg ugye ezelőtt a válság előtt, ugye 2020 előtt. Tehát már 2010-17-től beszéltem ilyenekről, és 2004-ben már írtam, beszéltem azokról, hogy mi várható majd a távolabb jövőben. És azok mind bejöttek. Mind bejöttek. Na most, mi a megoldás? Mert ugye lehet ilyenekről beszélni, de hát mégis mi a megoldás? Tehát miért vagyunk
ilyen helyzetben, a világunk miért van ilyen helyzetben? Hát mert minden szinten nagy az elbutulás. Hát minden szinten. Tehát ha valaki esetleg megnézte ezt a strasbourgi első felszólalásokat, hát ott olyan hülye emberek szólaltak föl, hogy a biciklimet nem bíznám rá, érted? Komolyan mondom. Tehát borzalmas. De most képzeld el, ilyenek képviselik azokat a népeket. Ilyen hülyék. Szó szerint. Ez borzalmas, komolyan. Ami azt jelenti, hogy megnézzük, beszélgettem olyan emberrel, ti is hallottátok, akik a klubban hallgatóztak, vagy ott voltak a helyszínen, kinnél Németországban. És itthon volt. És hogy milyen nagy bajok vannak ott kint. Emlékeztek? És főleg a bevándorlók miatt. Jó, meg másodszorban most már ugye az ukrán támogatások miatt. Meg a még egy ugye az orosz szankciók miatt. Tehát ez a három dolog. A bevándorlók, a háború támogatás és az orosz szankciók miatt. Tehát ott négyszeresére emelkedtek az energiaárak. Négyszeresére. Tehát ahhoz képest mi jók vagyunk. Mert nálunk azért nem emelkedett közel se ilyen mértékben. Jó, de mi még mindig kapunk orosz gázt, hála Istennek, meg orosz olajat. Na mindegy, nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy nagyon nagy problémák vannak ott. Nagyon nagy problémák. És ugye szerte Európában, ahova beengedték a migránsokat, meg akik nagy mértékben támogatják a háborút, ott mindenütt nagy problémák kezdenek keletkezni. Tehát mindenütt. És hát ez tudod, mit idézhet elő? Hát ugye elmondta ez az illető, hogy nem sok kell ahhoz, hogy a választásokon induljanak a migránsok. Mint Hollandiában, meg Angliában, érted? Londonban arab polgármester, meg ilyen marhaságok, érted? És akkor tele lesz Nyugat arabokkal. Gondold végig, egy olyan húzó ország, amelyik húzza a magyarok gazdaságát. Ugye Németország. És ugye az arabok 10%-a dolgozik. Hajlandó dolgozni. Az ukránoknak csak a fele hajlandó dolgozni. Fele nem hajlandó. Szóval, és el kell őket tartani. Hát ez olyan, mint amikor Magyarországon bevezették a munkanélküli segélyt, azt mondták az emberek, hogy bolondok lesznek annyira dolgozni. Érted? És inkább a segélyt kapták. Hát ugyanez van ott is. Tehát gyakorlatilag azokat a pénzeket valakik megtermelik, amiből kifizetik a menekülteket, meg kifizetik az ukrán háborút, védekező háborút, már csak azt tudják fizetni. A támadó háborút már nem tudják finanszírozni, csak a védekezőt. Szóval gondoljuk végig, hogy pedig van egy ilyen mondás, hogy legjobb védekezés a támadás, de képtelenek támadni. Nem tudnak támadó védekezést finanszírozni. Tehát ami azt jelenti, hogy szépen elveszti Ukrajna természetesen a háborút. De nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy milyen világ várható, amikor ennyire elbutult társadalom van, hagyja a társadalom, érted, hogy bejöjjenek a migránsok, sőt, olyan politikusokat választanak, akik.
támogatják, hogy bejöjjenek a migránsok, érted? Olyan politikusokat választanak, akik nem a saját népüket támogatják, hanem egy idegen népnek a háborúját támogatják, érted? Szóval ez valami ilyen elmebetegség, gondold végig. Mi is csináltunk annak idején ilyet. Én emlékszem, még tanultuk is, hogy volt a vietnámi háború anno annak idején az amerikaiakkal szemben, és azt Magyarország támogatta. Elsősorban eszközökkel, fegyverekkel. Jó, tehát ezt történelemben is tanultuk anno annak idején. Hát, ugye amikor én általános iskolás voltam, akkor még zajlott a vietnámi háború. És tehát mi is csináltunk ilyeneket, de abban nem rokkant bele az ország. Szóval, de milyen világ lesz itt? Mi a megoldás? Hát gondold végig, hűl a társadalom, hűlnek a politikusok, egyre hülyébb politikusok vannak a hatalmon, szerte Európában. Érted? Hova vezet az ez egész? Érted? Vannak háborúpárti politikusok, sőt, világháborúpárti politikusok. Érted? Hát, hova? Hova? Tehát hülyék közül, tehát tudod, van egy mondás, hogy a vakok között a félszemű a király, tudod? Hát ugyanez. A tök hülyék között a hülye a király, tudod? Hát ennyi. Hát a tök hülyék megválasztják a hülyét, tudod, mert az legalább nem tök hülye. Van erről film. Lehet ilyen filmet látni. Tehát, hogy a, nem, mi is a címe, nem emlékeztek? Hülyék paradicsoma, igen. Na, hát az most aktuális az egész euró. Ez a Hülyék paradicsoma című film. Érdemes megnézni. Szó szerint. Na ott is az van, hogy a sok hülye a kevésbé hülyét választja meg. Szóval, tehát mi hova jutunk? Tehát ha van az elhűlés, akkor mi annak a ellentéte? Mert mindig a megoldás az valaminek az ellentéte. Eszesedés, így van. Okosodás, eszesedés, így van, eszesedés. Na most, hol láttok olyan szervezeteket, képzéseket, ahol eszesedés van? Sok ilyen szervezetet láttam? Nem igazán, nem? Van egy, amely eszesíti az embereket. De az eszesítéshez nem csak az kell, hogy az ember itt a országa helyzetét, vagy az EU helyzetét, vagy a világ helyzetét ugye elkezdje átlátni. Nem erről szól. Hanem arról, amit az imént mondtam. Hogy megválasztanak hőbörgő vezetőket, és akkor az háborúba viszi az országukat, érted? Tehát megválasztottak az ukránok hőbörgő vezetőt, a Zelenszkijnek hívják, és háborúba vitte az országát. Érted? Tehát ő vitte háborúba az országát, nem más. Mert ő olyan lépéseket csinált, amivel az alvó nagymedvét felébresztette, érted? És az alvó nagymedve nem szereti, ha az órát pöckölik. És csodálkozott, hogy neki ment az agresszornak, érted? Mert olyan lépéseket csinált, amivel piszkálta az oroszokat.
Tehát megválasztotta a nép egy hülyét, hát nézd meg, az ukránok több hülyét megválasztottak. Egy boxolót választanak meg, akinek hülyére verik az agyát, a főváros polgármesterének, érted? Kijev polgármestere, a Kricskó. Érted? Hát a boxoló, ez köztudott, hogy minden ütésre, amit kap, mit tudom én, hány millió agysejtje elpusztul, érted? Hát sok boxoló emiatt, mire abba hagyja a boxolást, ilyen kicsit zizi. Érted? És akkor ilyet megválasztom polgármesternek, érted? Egy boxolót. Mit tudom, legalább egy úszót választottak volna meg, vagy mit tudom én. Vagy egy focistát, vagy valamit, amelyik nem verték hülyére az agyát. Mert a focistának legfeljebb a lábát rúgják, érted? És akkor csántikálnak. Mindig jobb lenne, mint hogyha hülye. És akkor ilyen politikusokkal van tele, mondjuk Ukrajna. De ott hát nehogy azt higgyétek, hogy nincsenek példák erre, hogy milyen politikusokat választanak. Vagy ilyen szerte Európában, mit tudom én mondjuk, Franciaország. Ugye az egyik legkarizmatikusabb európai politikus, az a francia elnök volt. Hogy hívják? Macron. Igen, így van, mini Macron. Szóval Macron. De tényleg az volt a legkarizmatikusabb. Azóta hangját nem hallod, mióta volt a izé, ugye a nagy lázadások ellene, a pártja ellen. És utána elvesztette a választásokat. Ugye, és gyakorlatilag még ő van hatalmon, de ugye közel se olyan mértékben. Tehát ami azt jelenti, hogy például ő felszólalt az ellen, hogy milyen barát az, amelyik négyszer-ötször annyiért adja a gázt. Érted? Amerikára gondol. Hogy milyen barát az, amelyik négyszer-ötször annyiért adja a gázt, mint eddig vették. Érted? Milyen barát? Rögtön lázadások lettek Franciaországban ennek a kijelentése. Rögtön mi történt? Addig, míg ezt nem mondta, addig gyerekbe volt, érted? Ki mondta ezt? Utána mi lehet? Rögtön lázadások Franciaországban, vagy 2000 autót gyújtottak föl. És gyakorlatilag elbukta a választásokat, érted? A pártja. Na most gondoljátok végig, tehát még nem elnök választás, csak párty választás volt. A pártja elbukta a választást. Ami azt jelenti, hogy azóta hangját nem hallani. Mint ha már nem is lenne francia elnök, érted? Gondold végig. Tehát azokat, akiknek nem az, nem azt mondja, mint kéne, azt próbálják eltenni, tudod, a süllyesztőbe. Nem láb alól, most ne értsétek félre. Csak a politika süllyesztőjében. Hát nem véletlen Orbán Viktor, ugye Trumpnak drukkol nagyon. Nem a Kamala Harrisnek. Miért? Mert ugye a jelenlegi kormány az nem szimpatizál a magyar vezetéssel. Nem szimpatizál. Ezáltal Magyarországgal sem. A magyar vezetéssel nem szimpatizál. Trump a szimpatizált, meg most is szimpatizál. Tehát, hogyha esetleg ugye gondolkodik az ember azon, hogy nekünk tök mindegy, hogy ki lesz az amerikai elnök. Hát nem feltétlenül. Nem feltétlenül mindegy. Jó? Mert ugye az a párt, ami most van hatalmon, az nem szimpatizál Magyarországgal egyáltalán. Jó? Meg a magyar kormánnyal sem.
És ezért gyakorlatilag az EU velünk most azt csinál, amit akar. Ez változhat, hogyha egy Trump győzelem lehet, vagy lenne, ha az lenne, érted? Mondjuk akkor egy kicsit odaszólna, hogy hagyjátok már végén, a békén a barátaimat, érted? Jó, tehát de ez nem politika, ez egyszerűen józan ész. Tehát csak azért mondom ezeket a dolgokat, hogy át kellene látni egy kicsit a jelenlegi világunkat. És az eszesedés az egyik megoldás, egyetlen megoldás, az egyik és egyetlen megoldás arra, hogy ha eszesek az emberek, akkor az eszes emberek közül választanak politikust, érted? És azok eszesebbek lesznek. Mert ugye az a baj, hogy van egy olyan törekvés, és most ráteszem az íre a pontot, van egy olyan törekvés, hogy legyen egy ilyen világhatalom, ami már nem lesz. De nem lesz, mert ugye már kettős hatalom lesz a világban, ez egyértelmű. De lehet félvilághatalom. A félvilághatalomban benne vagyunk. Ez a félvilághatalom, a nyugati világ, a régi világhatalom, Amerika által vezetett világhatalom, mögött egy olyan törekvés van, hogy egy központi, egyeduralkodó diktatúrát létrehozni. Érted? Tehát ami azt jelenti, hogy megszüntetni, mint ami az EU-ba is látod a törekvést, hogy egyre jobban meg akarnák szüntetni a határokat, összekeverni a népeket, stb. Stb. Hát ugye ez a törekvés. Minél jobban összekeverni a népeket, itt ugye ebbe a félvilágban, nem a másikban, a félvilágban, a nyugati világban. És létrehozni, ugye miért kell összekeverni? Hát mert ha a fehérek szétszélednek, akkor nem képviselik azt az elvet, ami a fehérnek az elve, ugye, hogy a legöntudatosabb a fehér. És a fehér az nem viseli el hosszú távon a diktatúrát. De a négerek, az arabok, sőt a sárgák is, azok diktatúra nélkül, tehát erőszakos vezetés nélkül nem lehet őket vezetni. Érted? Őket csak diktatórikusan lehet vezetni, és megnézed, akkor működnek jól az arab, a fekete és a sárga országok, ha ott diktatúra van. Ez van. Akkor jól működnek. És hát ugye diktatúra van Kínában is. Ez továbbra is diktatúra. Csak hogy tiszta és világos legyen. Jó, tehát ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag ők egy diktatúrát akarnak létrehozni, de ez össze kell keverni a népeket. Be kell rakni minél több barnát, minél több feketét, hogy minél kevesebb fehér legyen. És a fehér nem fog összefogni a barnával, vagy a feketével, vagy a fehér nem fog, vagy a fekete, vagy a barna nem fog összefogni a fehérrel. A fehérnek, meg a feketének az a természetes, hogy diktatúra van. Érted? A fehér meg, ha akar, költözön el. Hiszen pont erről szól a történet. A fehérek pont olyanok, hogyha ha túl sok fekete vagy túl sok barna költözik be arra a környékre, akkor elköltöznek onnan. Lásd, olyan területekre, ahol elkezdenek tömegesen beköltözni a cigányok, onnan szépen elköltöznek a magyarok. Szóval, és ez nem csak ugye a cigányokkal kapcsolatos, hanem bármi más bőrfajjal is. Tehát gondoljuk végig, hogy egy ilyen világ kezd kialakulni, ennek a jeleit látjátok. Összekeverni a népeket. Minél jobban összekeverni a népeket, minél jobban költözzenek ide-oda, amoda, minél jobban összekever. Miért kevernék össze, ha nem azért, amit elmondtam? Mert készül a diktatúra. Érted? És ezt nem látják át a politikusok,
hogy mivel ők tudnak a legtöbbet erről, meg ők asszisztálnak leginkább, ők lesznek az elsők, akiket eltesznek lábaló. És azt most a lábalót érteted, ahogy akarod. Érted? Szó szerint. Ez olyan, mint megnézed, a diktátorok mit csináltak rögtön? Tisztogatás. De hol? Hát közvetlen alattuk. Azokat tisztogatták, érted, akik a legtöbbet tudtak. Érted? Kiket? Politikusokat, akiket a legtöbbet tudtak. Helyetteseiket akár, volt barátaikat likvidálták, érted? Akik előtte puszi pajtásnak néztek ki. Utána mi lett? Tábornokok. Hát az orosz vezérkar nagy részét, érted, azt kiirtották. Nem voltak tábornokok. Ugye, kicsoda? Sztálin, persze. Tehát gondoljuk végig, hogy e felé haladunk, csak ezt valahogy, mint a politikusok nem látnak át, mert nincs annyi agyuk, hogy átlássák, érted? Mint ha nem lett volna történelem tanulmányuk, mint ha nem láttak volna ezzel kapcsolatban filmeket, érted? De lehet azt mondani, te is mondhatod azt, hát a film az csak film. Hát a történelem az történelem. Tehát ezek tények. Ugye Hitler is mit csinált, mikor hatalomra került? Hát akik tették hatalomra? Ugye a römék. Ugye ő a SS-nak volt a vezetője. Tehát a nem SS, az SS-nak a vezetője, Röhm volt. És barátja volt Hitlernek. És hatalomra vitte ugye a Röhm a gárdistáival. És utána mit csinált? Hosszú kések éjszakája. Az egész SS-t lefejezte. Röhmmel együtt. Kinyírta az egész vezérkart. És utána az SS-t berakta az SS-be. Érted? Kész. Tehát ezt minden diktátor megcsinálja. És nem látják át. És támogatják azt, hogy diktatúra legyen Európában, Amerikában. Nyilván össze van diktatúra, természetesen. Észak-Amerika, Kanada, Egyesült Államok, ugye az Észak-Amerika. A Mexiko az nem, mert az nem akar mégse társulni ebbe a kérdésbe. Pedig azt is tervezték, hogy az is társuljon. És akkor egész Nyugat-Európa. És társuljanak ebben a kérdésben. Nyilván amerikai vezetés, hát természetesen. Tehát de ugye ehhez mi kell, mint ami Magyarországon? Ugye el kell szegényíteni a népet, és akkor be lehet hívni a megmentőt. És a hülye emberek elhiszik, hogy jön a megmentő. Érted? Hát az afrikaiakkal ezt csinálták. Jöttek a megmentők, érted? Az ukránok ezt csinálták a németekkel. Jönnek a megmentők, érted? Azt mit tudom én, mennyi ukrán kiirtottak a németek. Azt utána jöttek rá, hogy hát nem megmentők a németek, hanem ugye a második világháborúban. Hanem ellenség. Érted? Pedig jobban jártak volna, hogyha megmentők lettek volna az ukránoknak. Hát onnan, az emberek nem ismerik a történelmet. Nem, tehát a történelem megpróbálja ismételni magát, és a társadalom hagyja, hogy megismétlődjenek a történések, vagy nem hagyja. Minél hülyébb a társadalom, annál inkább hagyja. Érted? Minél okosabbak, értelmesebbek, eszesebbek az emberek, annál inkább nem hagyják, hogy úgy legyen. Mert nem választanak olyan hülye vezetőket, akik ezt támogatják. Érted? És nem támogatnak.
olyan vezetőket, akik ezt támogatják. Hát most gondold végig, volt egy szavazás kint Strasbourgba, szavaztak a pártok, hogy megszavazzák a Ukrajna támogatását. Ez most volt a napokban. Ugye az a párt, az a patrióta párt, amit ugye Orbán benne van, mondhatjuk azt, hogy bőszen tevékenykedett, hogy az a párt létrejöjjön, az ellene szavazott. Ugye a Európa Parlamentben. A Magyar Péter, az benne van a, meg az ő pártja, mit tudom én hány taggal benne van a néppártban, vagy mi a manónak hívják őket, ami ugye a legnagyobb európai párt. És ők tartózkodtak. De hát nyugodtan tartózkodhattak volna a szavazás. Na, mert úgy is tudták az a néppárt, hogy a zöldek, meg ezek a liberálisok úgy is meg fogják szavazni az ukránok támogatását. És akkor mit számít az, hogy a Magyar Péter meg a pártja az tartózkodott, érted, ott a néppárton belül. Tehát gyakorlatilag neki mondhatjuk azt, hogy hát, támogatta, hogy legyen. A nem szavazásával is támogatta. Érted? Tehát ilyenek vannak ott ki. Tehát ugye lehetne azt mondani, hogy miért politizál ez a Szedlacsik, ez nem politizálás. Ez felvilágosítás, érted? Az emberek tisztában legyenek azzal, hogy mi zajlik a világunkban. És akkor emberek egyesek, a ostobák, kit támogatnak, érted? Kit támogatnak? Tehát lehet, hogy ugye végül a miniszterelnök mindent, ugye Orbán aláír, mert rákényszeríti. Végül mindent aláír. De legalább kísérletet tesz arra, hogy nem. Azzal szembe, aki azt mondja, hol a hátsód, hadd dugjam bele. Nem? Gondold végig, hát. Ne, ez van. És vannak ilyenek, akik ilyenek, érted? Gyurcsány is ilyen. Ugye, mint a Magyar Péter. Jó, szóval csak azt nem veszik, hála Istennek, figyelembe, hogy Budapest az a rendszerváltozás óta, megnézitek, mindig baloldali. Tehát például Palotán, ahol lakunk, ott a polgármester, amióta a rendszerváltás volt, egy 4 éves ciklusban volt jobboldali polgármester. És még mindig baloldali polgármester volt. Érted? Tehát ilyen volt szocialista polgármesterek. Tehát mind. Meg ilyen gyurcsánypárti polgármester, meg ilyenek. És Budapesten ugye főpolgármester azóta egy ciklus kivételével baloldali főpolgármester, érted? De a vidék az nem ilyen. A vidék az, hála Istennek, nem baloldali, hanem jobboldali. Mert ugye a baloldal és a jobboldal között mi a lényeges különbség? Hogy az egyik internacionalista, vajon melyik az internacionalista? A baloldal, így van. A jobboldal az jellemzően nacionalista. Ugye mit jelent az internacionalista? Hogy a nemzeti érdekek azok háttérben vannak szorítva. Oké? A nacionalista az pedig azt jelenti, hogy a nemzeti érdekek előtérben vannak hozva. Érted? És ugye a szocializmusban
Az internacionalista. Ugye az abszolút baloldal, a kommunizmus az a legbaloldalabb baloldal, a szocializmus egy kicsit előrébb, ugye a jobb oldal felé, de még abszolút baloldal az is, csak mégse kommunizmus. És ott mindenütt internacionalista dalokat énekeltünk, szó szerint. Ott meg nem lehetett szólalni a nacionalizmusról. Érted? A teljes internacionalizmus volt. És most e felé toladik a Európa, hogy ilyen internacionalista szellem működjön. Érted? Mert ha a nacionalista szellem van, akkor az európai politikusok ott az Európai Parlamentben nem kapnak fizetést. Érted? Mert a nacionalisták nem fogják finanszírozni az Európai Parlamentben lévők fizetését. Jó, mert az a saját népüknek, a vezetőinek a fizetését akarják finanszírozni. Érted? Ez a lényeges különbség. De hát egy ilyen nagy mamut államot, mint létre akarnak hozni, mint ugye az Egyesült Államok, hogy akkor mi is az Egyesült Államokhoz tartoznánk. Tényleg. Érted? Hát ezt tessék komolyan venni. De nem demokratikus körülmények között. Ezt felejtsétek el. Hanem diktatórikus körülmények között. Persze másként hívják. Nem Amerikai Egyesült Államoknak hívják. Hívnák akkor. Jó, akkor, de Egyesült Államoknak hívnak. Onnantól kezdve teljes kommunizmus tudna megvalósulni. Érted? De tényleg. Hát ezért engedték, ezért küldték be Lenint, és ezért engedték, hogy létrejön a kommunizmus, hogy lássák, hogy hogy működik, érted? Mit lehet vele kezdeni majd a jövőben a kommunizmussal? Jó? Na hát, nagyon eltérültem, már mindenről beszéltem. De tényleg, tessék tanulmányozni a történelmet, és akkor rájössz arra, hogy a Szovjetunió azért jöhetett létre, mert hogy ez egy kísérlet volt. Hogy működik a kommunizmus, maga a diktatúra kommunista jelleggel, hogy nincs magánvagyon, érted? Hogy működhetne? Jó, tehát, hogy elérni azt olyan elnyomó alapon, mint ahogy a kommunizmus, tehát az aranykorban sincs magánvagyon, de az más. Tehát, de ott nincs elnyomás, érted? Tehát elnyomó körülmények között, hogy lehet ezt megvalósítani. Tényleg egy kísérlet volt, ezért hagyták. És utána az egész világban hagyták ezeket a dolgokat, hogy lássák, hogy hogy működik ez. Hogy majd a jövőben, mikor megvalósítják a világkommunizmust, érted? Akkor hogy lehet az embereket majd elnyomni? Nem vicc. Nézz utána. Utána tudsz nézni. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Úgyhogy nem ezért a jövőért, hanem egy tudatos, boldog jövőért, ahol az emberek a vezetőiket magukból választják ki, a maguk eszes mi voltuk után választják ki. Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok! Szeretném megköszönni Szedlacsik Miklós mesterkócsnak, mesterünknek, ezt a érdekes képzést, és életem egyik, nem is az egyik, hanem a legjobb döntése volt, hogy csatlakoztam a PPH-hoz a második részben, amit hallhatunk a képzéshez. Azóta életem teljesen megváltozott a párkapcsolatban és a kommunikáció terén is. Nekem is az életem egyik legjobb döntése volt, hogy a PPH-hoz csatlakoztam, mert azóta az életemben sokkal könnyebben kezelem a problémákat, nyitottabb vagyok az emberek felé. Én is szeretném elmondani, hogy honnan indultam és hova érkeztem, mint hetes vezető.
Hát ugye, amikor elvégeztem az ipari iskolát, akkor egy boltba kerültem, nagyon jó munkahely volt, nagyon jó volt a főnököm, de egyre több pénzt vettek ki a cégből, egyre több munkát kellett elvégezni, egyre kevesebben voltunk, megfeleződtünk, még több munka, még több munka. Egyik nap odatolt egy szerződés, hogy kapok fizetésem, és elválok még egy munkát, pozíciót. Hát én amúgy is ilyen hirtelen ember vagyok, azt mondtam, hogy nem, 18 év után én fölmondok, nekem elég volt, se szabadságom, se szabadnapom, semmi, a családomat nem látom szinte sose. Fölmondtam, hazamegyek, ez egy vasárnapi nap volt, leültünk ebédelni, mondja a feleségem, hogy na, holnap mikor mész, vagy hétfőn dolgozni. Hát, mondom, semmikor. Hogy nem mész. Hát mondom, fölmondtam. Az ki is esett a kanál a kezéből, úristen, összedől a világ, honnan lesz pénz, nyakig benne voltunk az építkezésbe. Hát mondom, annyi mindig lesz, hogy meglegyünk. Mondom, hozzáfogunk, hogy gazdaságot kiépítünk magunknak, van föld, ezt fogjuk csinálni. A jószágtartás komolyabban. És ugye belevágtunk. Csak rájöttem, hogy kicsit hirtelen volt, mert ahhoz, hogy csináljam, ahhoz kellene gépek, minden. Még több pénzt kell belefetszölni. Nem baj. Megoldjuk. Rendben. Keresett egy jó barátom, hogy menjek el hozzá dolgozni, mert nagyon kevés a munkása, és rengeteg a munka. Már nem mondom, hogy nem megyek, nekem ez bőven elég, hozzá fogtam képíteni a dolgainkat. De csak ráálltam, aztán egy jó fél éves nyöszörgés után. Na, visszaestem ugyanoda, ahonnan elindultam, még többet dolgoztam, még kevesebbet voltam otthon, még többet veszekedtünk, még több problémánk jött. És ugye a cég, ahol dolgoztam, a főnök gajra vágta, mindenkit elküldött. Ó, de frankó, mondom, csinálom tovább az enyémet. Így is volt. De ugye rengeteg problémám jött, rengeteg. És ugye nekem kellett megoldani, nem tudtam senkit hibáztatni. Amit a feleségem mondott, arra nem nagyon hallgattam, az nem mondja meg nekem, hogy mit csinálok én, majd tudom. Így is volt. Még nagyobb hülyeségek, még nagyobb hülyeségek. De aztán úgy kezdtünk úgy jó menni a dolog. És aztán akaratomon kívül ugye, hát a élősúlyára leesett, a gabonárak, mindegy. Nagyon rosszul ment a szekér, hitelt kellett fölvenni, utána még egy hitelt, azt fizetni. Úgyhogy kezdett összedőlni a dolog. Még többet veszekedtünk, még kevesebbet voltam otthon. És ugye aztán jött egy ismerősünk, hogy Szedlacsik Miklós szokta hallgatni, és hogy milyen jó, próbáljuk meg. Mondom, még egy gond. Hát ez nem igaz, mondom, már nincs időnk semmire, és akkor mi ezt hallgassuk, mikor bent se vagyunk. Na jó, a feleségem hallgatta, ugye, mi a gyerekekkel ugye küzdöttünk ellene. Aztán úgy ellaposodott az elé, az egész, na mondom, vége a hóbortnak. De aztán kiderült, hogy ő hallgatta, csak nem otthon, hanem hogy ment dolgozni, meg amikor ugye egyedül volt. Fülhallgatóval. Fülhallgatóval, meg minden. És ugye én nem tudtam, hogy ő ezért fizet. Amúgy is gatyában voltunk totál. Hát, ha még én megtudom, hogy fizet, biztos, hogy válás lett volna belőle. Ugye, a lányom nem árult el semmit. Hát jó, mondom, mentek a dolgok, de aztán úgy kezdett előjönni, megint hallgatta, még hangosabban. Hát mondom, ennek az embernek én nem bírom a hangját elviselni. Vagy kikapcsolt, vagy mondom, dugd a füledbe. Akkor bedugta, akkor nem tudtunk beszélni. Én beszéltem hozzá, ő meg nézett rá, hogy ugyan mit mond ez a félőrült. És akkor ez lett probléma. Na mindegy. Jó van, mondom. Mondta, hogy lesz szeminárium. Hát jó, mondom, legyen, te itthon maradsz, és csináljuk a dolgunkat. De ő szeretne menni. Na akkor jött az, hogy elhozták, vitték egy párszor. Na mondom, hát ha vége ennek a hóbortnak, aztán csak mondja, hogy menj, hogy szeretne menni, nagyon jó, meg minden. Hát mondom, milyen nincs a világon, hát ez nem adja föl. Akkor jó van, mondom, legyen meg a csoda, elhozom, én elhúzok innen, így is volt. Bedugtam az orrom, fú, mondom, ennyi ember, te jó Isten. Ki jött, érte jöttünk, jöttem, mondom, milyen szuper volt, milyen jó volt. Mondom, mi? Ne, hagyjál már nevem, mondom el a névbutítása. Mindegy. Hazamentünk, aztán megint. Hát mondom, ilyen nincs, mondom, nem hagyod már abba ezt az egészet. Nem, mert ez nagyon jó, és nekem is hallgatni kell minden. És ugye jött az a dolog, ugye, hogy mit nem csinál jó. Na, jó. És akkor úgy tetszett, és akkor meghallgattam, de azért én úgy voltam vele, hogy akkor se
Tehát nem, nem, nekem nem mondja meg senki, főleg egy idegen, hogy hogy kell gyereket nevelni, meg mit nem csinálunk. Nem, nem. De aztán ez tetszett. Hangosíts már föl, mondom, hogy halljam már, és tetszett, de azért én nem, tehát küzdöttünk a gyerekekkel végképp. Aztán hazárulottam, azt mondták a gyerekek, mivel elvittem, akkor én föladtam ezt az egész harcot. Jó, akkor eljöttem, aztán bejöttem, de mondtam, abban az esetben, hogyha vége, húzunk. Így is volt. Aztán következő, de tetszett, amit itt hallottam, de nem ismertem be. Én biztos nem. Ez egy nagy humbuk, na mindegy, de azért tetszett úgy a hát, azért. Aztán, mikor jött legközelebb, akkor mondja, hogy menjünk. Nem, aztán sikerült elérnem, hogy nem jöttünk. De utána legközelebb, már nagyon veszekedésbe mentek a dolgok, na jól mondom, elhozom, de itt a vége, ez az utolsó. És nagyon tetszett az is, az az előadás is. És aztán elmondom, Anti, te egyre hülye vagy, hát ez csak jó, hát ennyien brit van, hallgatja, hát nem igaz, hogy csak nekem nem jó. Meg annak két okos gyermekemmel, nagyon van mindegy. Hazamentük, kérdezték persze a gyerekek, hogy mi volt, várták, hogy azt mondom, hogy fú, te, hát ez egy semmi. És akkor mondtam, hogy te, ez nagyon jó. Nekem tetszik. Na, akkor aztán azokkal lett háború. Na mindegy, és akkor azt elkezdtünk, vagy elkezdtem járni, és úgy észrevettem, hogy a kapcsolatunk kezd jobb lenni. Úgy észrevettem, de hogy a család, hogy úgy nem foglalkoztam a gondokkal, nem foglalkoztam a problémákkal, nem döntöttem olyan gyorsan, hirtelen, eszetlenül, ahogy eddig csináltam, nem számított a pénz, hogy mennyit vesztettünk, nem. Azt, amit én mondok, az úgy van. És aztán úgy elmaradtak, és egyre jobb lett a kapcsolatunk, elkezdett, többet segített nekem, kérdezte a véleményemet, a PP3 mi volt, beszélgettünk, fú, jó, nem, tetszett, ez is tetszett, ez nem annyira tetszett, de úgy nagyon jó volt, és utána, ugye, hogy jobb lett a kapcsolatunk, elkezdett ugye szervezni, jöttek a tanulók. És azokat is megbeszéltük, hogy ki milyen, meg mit kell segíteni neki. Nem? És nagyon jó volt. És annyira tetszett, annyira jó volt, hogy voltak tanulók, voltak, akik hogy segíthettünk, hogy meghallgattuk őket, és aztán állítom, hogy az én problémám lehet, nem is olyan nagy, mint akikkel beszéltük. Olyan problémák voltak, hogy az enyém, én úgy éreztem, az el is törpül. Mondtam is, hogy fú, de szerencsés ember vagyok. Sokszor szembesül igen. Az ember. Szembesültünk avval, hogy milyen problémákkal küzdenek az emberek. De főleg avval, hogy az egyik szeretne tanulni, tovább lépni, és a másik nem engedi. Na, ez voltam én. És rajtam kívül mennyi ilyen ember van, akikkel úgy beszéltünk, és mondom is, hogy ne gördítsünk gátat annak, aki tanulni akar, aki okosodni akar. Ha nem segítünk, ne gördítsünk gátat. De viszont rá fogunk jönni, hogy mit vesztettünk. Én is érzem, hogy ezt hamarabb kellett volna. Évekkel hamarabb, és nem itt lennénk. Mert nem a munkára ment el a sok energia, hanem az egymás ellen. A veszekedés, azért se. Tehát ezekre. És szerintem nagyon sok ember küzd ebben, és ha tanulók lesztek, és főleg pároknak mondom, ha egymást segítitek, csak nektek mennyivel jobb lesz. És hogyha lesz nektek is tanulótok, látjátok, hogy ha segítetek, hogy milyen jó érzés, ha segíteni valakinek önzetlenül. Nem az, hogy várok érte valamit, nem. Önzetlenül. És nagyon örülök, hogy itt lehetek, hogy ilyen emberek között vagyok, ilyen mesterünk van. És csak mindenkit arra tudok buzdítani, hogy jöjjön, ne csak azt mondja, hogy ó, hát meghallgatom, hallgasson. Én is például úgy vagyok, hogy a feleségem sokkal jobban benne van. Én többet vagyok kint, de amikor nem tudom hallgatni élőben, akkor visszahallgatom. Vissza. Tök mindegy, hogy hol vagyok. Már nem a Petőfi rádiót hallgatom a traktorban, hanem Miklóst. És rájöttem arra, hogy nem is fáradok el úgy. Ezek a motiválások, ezek a dolgok, ezek nagyon előre visznek. És amikor eljövök egy szemináriumra, föltöltődök, de az a vezetőihez képest sokkal kevesebb. Itt lehet igazán föltöltődni, amikor olyan emberek között vagyunk, akik tisztára pozitívak. És azt tudom mondani, hogy gyertek,
legyetek itt, és mindenkinek, főleg nektek jó lesz. Szeretnék magamról egy pár szót mondani, hogy milyen volt a három és majdnem 3,5 évvel ezelőtti életem. Én elvesztettem a munkámat, elvesztettem a másodállásomat. Volt erősen párkapcsolati problémám, volt anyagi, és az élet 10 területén rengeteg problémával éltem. És jött egy kedves ismerősünk hozzánk, és annyit mondott, látta rajtunk, hogy mi van, milyen gond van, és annyit mondott, hogy ne törődjek avval, hogy mi történt, és egy percig se bántsam magam, és ne okoljam magam egy pillanatig se, hanem hallgassam Szedlacsik Miklóst. És hallgattam, és annyira az én életemről beszélt Miklós, amiket átéltem. És hát meg is lepődtem, mert olyan volt, mintha ott lett volna nálunk. És én úgy gondoltam, hogy belépek és csatlakozok tanulónak. Igaz, hogy nem volt rávalunk, de akkor is akartam, hogy itt lehessek, és nagyon kíváncsi voltam, hogy mi van ugye a második részben. És tanuló lettem úgy, hogy nem mondtam meg otthon, mert mindig valamit kitaláltam, és gondoltam, hogy ez most megint nem fog tetszeni a családnak, de akkor is akartam, a lányom tudta egyedül, és hallgattuk, de inkább én a képzést, és ráláttam, hogy mennyi mindent elrontottam az élet sok területén, és ezért próbálkoztam változtatni a negatív gondolkodásomon, mert az bőven volt. És beletellett egy 2-3 hétbe, hogy csak arra, vagyis nagyon arra figyeltem, hogy ne negatívan gondolkozzak, és a módszer szerint tettem ezt. Sokáig tartott, mire ezt elértem, de a képzések alatt akkora energiát kaptam, és erőt, hogy többet, mint amennyire gondoltam, és ezt a plusz energiát én úgy gondoltam, hogy átadom másnak, és elmondom, hogy mennyivel lehet másképpen élni. És ezt nagyon-nagyon jól tettem, mert van, aki megvárja, hogy nagyon nagy legyen a tudásait, és aztán kezdjen el másokkal beszélni, vagy másoknak hirdetést adni, és nem biztos, hogy az a jó. Tehát ha nincs akkora tudásunk, még akkor is lehet másokkal beszélni, és elmondani, hogy bizony tehetünk szert egy jobb életre. És ezt én nagyon nem bántam meg, hogy elmondtam. És tovább is akarom ezt csinálni, hogy többeknek elmondjam, hogy jöjjenek, és képezzék magukat, és ne habozzanak, hogy majd akkor, hogyha megfelelő lesz az a helyzet, vagy nagy tudásom lesz, mert igen, jönnek a hibák. Hibázunk, de az nem baj, mert abból tanulunk. És másképp nem is fog menni. Csak akkor, hogyha a hibákat kielemezzük, és bizony kijavítjuk. Másképp nem lehet élni. Nagyon rossz lett volna, ha ezt kihagyom. Mert nem tettem volna. Egy mulasztást tettem volna. És az ugye tudjuk, megtanultuk, hogy az ártó tett. És jobb, sokkal jobb, hogyha lépünk. Még akkor is, hogyha sok nemet kapunk, vagy olyan életekre rálátunk, ami bizony még lehet sokkal rosszabb, mint az enyém volt akkor. Vagy éppen lehet, hogy jobb, és azért nem jön ide tanulni, de nem baj. Majd egy idő múlva azok is el fognak jönni, mert nem lesz más választásuk az embereknek, mint az, hogy tudást szerezzenek ahhoz, hogy először is otthon mi van, hogy tudjuk szeretni egymást. Ne csak magunkban legyen a szeretet, hanem ki tudjuk adni, és ki tudjuk mutatni, akár idegenek felé is. Mert miért ne szeressünk? Hiszen azt akarjuk, hogy szeretetkor legyen, akkor tegyünk érte. És szeressünk, és bárkit lehet szeretni, akár idegent is, mert lehet, hogy éppen
Már ismertük. A lelkünk az hasonló. Akik kitartóan itt tanulnak, mindenki arról számol be, hogy jelentősen jobbá vált az élete. Azt javaslom neked is, ne halogass, kezd el a Nyílt Akadémiánál a tanulást. Most, és biztos, hogy te sem fogod megbánni. Minden szerdán és vasárnap este havonta átlagosan 30 óra képzésünk van. Havi 200 ezer forint értékben kapsz a mindennapokban használható ember és életjobbító képzést. De most akciósan mindössze 19.700 forintért, sőt a második hónaptól csak 12.500 forintért. Ráadásul most ingyen kapsz egy szabad életet eredményező, jövedelemszerző lehetőséget is. Ha megteheted, próbáld ki 3 hónapra a tudást. 3 hónap most csak 44.700 forint. Amennyiben szimpatikusnak tűnik számodra az ajánlatunk, a személyes részvételed esetén most egyszer betekinthetsz a szünet után következő kulcsképzésünkbe. A szünet után egészségteremtő kulcsképzés lesz, amennyiben, ha szeretnél részt venni, várunk szeretettel. Ha úgy látod, hogy nem érdekel az ajánlatunk, örülünk, hogy részvételeddel megtiszteltél minket, és akkor elköszönünk tőled. Most pedig 30 perc szünet következik. Thank you.